elmondja nekem, hogy milyen érzés volt először kamera előtt állni? Nagyon nehéz. Én nem vagyok egy ilyen kameramániás, vagy nem tudom. Sokszor lehet látni ott farmerban? Nem. Tényleg? És ez még lyukas farmer is ellásul. Aha, szóval nem. Nem, pedig nagyon szeretem. Megkapom Rogán Antaltól, hogy na, itt a... Na, hogy? Már az ellenzékiek már lőtéren edzenek. Jó, de kit képzel oda? Mutassa már meg, mennyi időt tölt itt? Érdekel, hogy semmi személyes, semmi csajos nincsen. De. Itt a repülők. Ez nem elég csajos? Páromat nagyon nem vonom be a politikába, és ő maga sem szeretne része lenni ennek az egész dolognak. És mert újságban is olvastam ezt, hogy mint Kalambó felesége olyan, hogy soha nem lehet a senki. Egyébként tényleg soha semmilyen párt rendezvényre nem is jött el. Amikor azt mondtam, hogy privát szféra a műsor címe, és ez így bejövünk forgatni, akkor én azt mondta, hogy oké, legyen, nem félt? De. Tényleg? De, mert én nagyon, ezt nagyon nem mutatom meg. És akár elég a Facebook oldalamat megnézni, egy csomóan megjegyezték már, hogy hát semmi személyes, és hogy tényleg nem teszem föl, hogy mit főzök, hogy elmegyünk kirándulni, családról képeket nem teszek föl. És én ezt nagyon óvom. És nyilván most egy olyan világot élünk, ahol szerintem erre van szükség. Azt gondolom, hogy itt felmerülhet egy újabb biznisznek, mutyinak a kockázata, és nagyon súlyos nemzetbiztonsági kockázat is. Ezek az emberek, ugye itt 20 ezer emberről beszélünk, akiket beengedtek Magyarország és a Schengeni övezet területére a kormány, 1294 fő esetében nem hajlandó lefolytatni a menekültügyi eljárást. Sűrűek a napjai? Általában igen. De az igen. Mit jelent, hogy reggel hajnalban kell, nem tudom, igen, és sokszor kiszámíthatatlan, tehát hogyha reggel van egy olyan hír, cikk, valami, amire ugye reagálni kell, akkor az lényegében az egész napot boríthatja. Ezzel kell és ezzel fekszik, mármint a hírekkel? Igen. Tehát a pártársait olvassa, az ellenzéket olvassa, a fideszes politikát, mindenki leginkább, olvas? Mondjuk leginkább a Fideszt inkább. Igen. Érzékeltem, hogy néha remegett a szája. Igen? Igen, aha, és akkor biztos az izgalom az otthon azért még. Csak nem tudom, hogy mennyi idő kell az embernek ahhoz, hogy ezt megszokja, ehhez felnőjön, ez kialakuljon, ez a nyugodtan, higgadtan. Én abban hiszek, hogy mindig tanulunk. Igen? És mindig minden lehet jobb. Oké. Okay. Hát most így néz ki. Nem volt fura, hogy az MSZP-ből át kellett ide cuccolni? Nem viselte meg? Fura nem volt, de hát nyilván ez egész egy nagyon nehéz helyzet volt. Uh-huh. Tehát nagyon határozott voltam ebben a döntésem, mert ezt azért vissza is igazolt az élet egyébként. Most azért örül ugye a markában, hogy jól tettem? Nem, időben éppen? Ilyen nincs, hogy örülök a markomban. Tehát a mai napig rossz látni, ami ott történik. Uh-huh. Mutassa már meg, hogy mennyi időt tölt itt? Érdekel, hogy semmi személyes, semmi csajos nincsen. De. Itt a repülők vannak. Ez nem elég csajos? Hát kérdezem, nem így képzeltem volna el az ön irodáját. Ez a normális. A gyerekszobám is így nézett ki, úgymond, de tényleg úgy, hogy... Helikopterek ez a normális. Katonák... Ez a normális. Igen? Katonák nem voltak sosem a szobámban, de... Akkor mi helikopterek vagy, mi repülők meg, voltak? Meg makettek egy időben. Mikor fogalmazódott meg önben, és mennyi ideig tartott az, amíg meghozta a döntést, hogy kilépjen az MSZP-ből? Hát ez egy olyan, hát jó, egy-másfél év volt körülbelül. És akkor vívódott? Sajnos már ilyen, tényleg ilyen hitevesztett állapot volt, amit éreztem a végén. Tehát hogy elmondja, hogy az a lelkesedés nem volt meg. De egyébként azt elmondja, mi volt az íre a pont? Sok minden volt. Nem neveznék meg így egy konkrét eseményt. Én azt mondta, hogy többek tettei megkérdőjelezték a párt hitelességét. Ezt mire értette? Ezek inkább magánérdekek, uh-huh. amik kisugároznak a párt politikájára, és igazából ez a legnagyobb baj. Hányan játszanak az MSZP-ben a túlérésre? 5-en? 8-an? 10-en? Számot nem szeretnék mondani, viszont kisebbségben vannak azok, akikre én is gondoltam. És ami szerintem látszik nagyon sokszor. Megtanulja már te is, és besegít majd néhány. Jó, hogy lesz.
mert itt csapni kell állandóan. Most összevesznek azon, hogy ki honnan forgat. Várjon, Márta, mindjárt. Nem csak tüzeléket kérek szépen tükört tojással. Azt mondta, hogy már borzasztó éhes, ma még nem evett? Még nem. Ma még nem. Most próbálok rászokni a reggelire. Igen? Sikerül vagy nem? Milyen üdítőt adjak? Én vizet iszom, szódát, az a legjobb. De odafigyel azért az alapjára? Nem. A kampányok figyelnek oda az alapjára. Kritikákat szoktam kapni, hogy nagyon vénasszonyosan öltözködöm. Itt vagyunk így a Fehérháznak az étkezdébe, de nincsenek egy asztalnál? Tehát nem lehet különböző pártoknak a politikusai? Nem lehet. De azért, mert hogy megindul a pletyka akkor, hogy ha mi történik, kinek egy kis ez valahogy természetesen alakul így, de igen, tehát szerintem ez nyilván a politika állapota, ugye egyáltalán Magyarországon, meg a politikai kultúra, hogy most hogyan áll, ez tényleg jól példázza, mert végülis miért ne lehetne együtt ebédelni és beszélgetni. De talán nem az a hangulat. Pletykások a politikusok? Igen. Tényleg? Jó, mi az a pletyka, ami önről terjed? Akár a kilépésemmel kapcsolatban, ugye rengeteg minden volt, ami belül felvetődött, és mindenféle formában azért visszajut az emberhez, akár így a hivatalon keresztül, vagy mutatásokon keresztül, tehát rengeteg minden volt, de hát nyilván én azt tudtam hova tenni, és tudom az okát. És az biztos szóba került a magánélete is, hogy kivel van, kivel él, kivel... Minden, igen. Ugye páromat nagyon nem vonom be a politikába, és ő maga sem szeretne részt venni ennek az egész dolognak. És mert újságban is olvastam ezt, hogy mint Kalambó felesége olyan, hogy soha nem lehet a senki. Egyébként tényleg soha semmilyen párt rendezvényre nem is jött el. Közösségi oldalán van közös képük? Tehát, hogy van ilyen magán? Hát ott sem. Én nagyon ritkán osztok meg. Igazság szerint a macskámat majd fognak vele találkozni. Okay. A macskája a szuperstár. Lehet, hogy csak ilyen alvás formában, így nap 98%-a az alvásnál. Akkor én bejutom, hogy hol megyünk, jó, biztosan biztos, vagy tudjuk az utat, mert én nem tudom. Én sem. Akkor tapsoljunk, hogyha sikerült kiállni. Ő kicsoda? A macskámé, úgyhogy ma fel fogjuk vinni, mert mindig elfelejtem. Édesapámtól kapta a macska. Ezen van egy kis alapozó folt, tehát hogyha ez így... Jó, nyugtassam meg, hogy én is szokott sminkelni menet közben. Menet közben soha. Áll? Akkor? Hát nagyon, nagyon ritka, maximum inkább ellenőrzés. Tényleg? Reggel. Mindent? Otthon? Egy perc alatt? Nem. Sok? Hát egy óra. Az érdekelt, hogy ott voltunk a sajtótájékoztatón, és akkor így 228-adjára mondják el a letelepedési kötvényekkel kapcsolatos problémákat. Igen. És hogy említette ön is azt, hogy remélem egyszer meghallják, és hogy válaszolnak ugye a fideszes politikusok erre. Tehát tényleg van, aki ezt így meghallja? Van, akit ez érdekel egyébként Magyarországon, hogy egy ilyen történik? De most nehogy félreértsen. Például a letelepedési kötvény nagyon sokakat egyébként, engem is meglep sokszor. Igen, de hogyha megnézem, hogy az emberek félnek, ugye kimondják azt a szót, hogy migráns, és az emberek így megijed, úristen, már demonizálják a migránsokat, meg ugye hát nem véletlen, hogyha ezt hallják, de hogy egyéb iránt pedig az jön be, aki nem akar egy ilyen kötvénnyel, de most komolyan, nem? Hát így van. Mi az a rettentő sürgős dolog, vagy mi az, amit nem szabad valaki leellenőrizzen, vagy nehogy Isten nem kapná meg ezeket az engedélyeket valami miatt, amiért szükség van arra, hogy fizessen érte, és ilyen villám gyorsan jöjjön be az országba. De akkor önnek nincs felesége, hogy valahogy rosszul kommunikálnak? Hogy nem értik meg az emberek? Tehát, hogy valami az ellenzéknek is a hibája, hogyha nem tud valami olyat felmutatni, mint amit fel tud mutatni a Fidesz kommunikációban. Hát az, amit ők felmutatnak, az tényleg ilyen brutális, ilyen rákosista propaganda. Tehát, hogy az ellenzék nem is élhet szerintem ilyen eszközökkel, vagy nem is szabad. Tehát, hogy egy idő után akkor mi történik, hogy egymással licitálunk? Tehát ez nem megoldás. Ön egyébként higgadt ember? Alapvetően igen. Te nem szokott itt kiabálni? Attól függ, milyen témában. A forgalomban annyira nem vagyok. Tényleg? Ilyenes, ez igaz. Akkor miben? Úgy általában szerintem igyekszem türelmesen közelíteni a dolgokat. Egy lőtéren van ügyem, hogy ebből kiindul már nem úgy fest, mint ez senki nem hiszi el, tehát a többit nem mutatjuk. Legyetünk egy csapásra, itt még úgysem látták a Mártát. Igen. Nem. Ha esetleg a rudon nem táncol, akkor nem? Pedig gondoltuk, hát ha. Kár. Ez volt a csapás.
Ez már a végső csapás. Végső csapás van. A végső. Biztos, ami biztos. Mi is fegyvere vagyunk. Ja, igen. Ha megnézed. És folyamatosan ránk szegezitek. Jó. Ezt akarom, igen. Ettől a fegyvertől jobban félnek a politikusok, nem? Igen. De nem most fog a kezébe először ilyen fegyvert. Nem. Na nézzük akkor. Hát, de remeg a kezembe. Nehéz kitartani? Nem annyira, csak elszoktam tőle, hogy látom. Látom, remeg a keze. Aha, remeg benne egy kicsit. Itt a szája, a sajtótájékoztató. Jobban remeg a kezem. Én nem mentem versenyre egyébként, de 6 évig jártam úgy, hogy azért így hetente. Az egész jó egyébként. Na most ugrik a majom. Na. 7-8. Igen, akkor kicsit, mert ugye ide célzunk, jól emlékszel. Akkor annyira nem remeg azért a kezem. Nem. Büszke magára? Vagy jó időpontba sütöttem el. Jó, életemben először egy hónappal ezelőtt lőttem. Fél attól egyébként, hogy be van drótozva, vagy lehallgatják? Félni nem félek tőle, nyilván ez szabálytalan, ha így van. Okay, ami nem maradhat így nyilván. De a politikusoknál nincs olyan, hogy így új, ezt így ne beszéljük meg majd személyesen, mert biztos, hogy lehallgatják a telefonomat? Ha lehallgatnak, az mondjuk nyilván felháborít, de... Ja, csak nem figyel tudatosan ez erre, hogy nem beszél, nem mond olyat, nem csinál, nem küld SMS-ben olyat, tehát nincs önben egy ilyen. Most úgy néz rám, mintha ez ilyen... Nem, mert hogy igazából nincs olyan dolog. Örtöktől tehát azért mondom, hogy ami ilyen politikai stratégiai kérdés, azt nyilván személyesen kell megbeszélni a többiekkel, tehát ez mondjuk adott, azt nyilván nem is beszéljük meg telefonba. Egyébként arról mit gondol, hogy a mostani miniszterelnökünk, ugye Orbán Viktor az egyetlen olyan politikus miniszterelnökként, aki nem vett részt átvilágításon. Ugye korábbi politikusok, miniszterelnökök mind az előző, vagy hát ugye megkövetelték valami tőle, hiszen miatt, valami funkciójuk megkövetelte az, de egyébként a miniszterelnöknek, ha csak ezt vállalja, hogy akkor nem kell átesnie. De hogy ez mire ad okot, hogy nem vállal olyan pozíciót esetlegesen, ami indokolná azt, hogy kényszerűségből kelljen ezen az átvilágításon részt. Hát ha az a kérdés, azt nem tudom, hogy tudatosan nem vállalta olyan pozíciót, ami miatt át kellett volna esen. Hát nyilván ez is lehet egy nyitott kérdés egyébként, de szerintem önmagában probléma, hogyha nincsen átvilágítva a miniszterelnök. Miért? Tehát ott legyenek olyan garanciák. Ugye nyilván itt az a legfontosabb, hogy ki mennyire zsarolható. Nyilván itt ez az, amit ki kell védeni, és ugye Orbán Viktorról a mai napig ugye nem tudjuk, hogy mi a helyzet, csak gyanús körülmények vannak, tehát... Milyen azok a gyanús körülmények, ami önnek is szemet szúr? Hát például ez a titkos paktum Putyinnal, tehát hogy tényleg ilyen több ezer milliárdos beruházás úgy működik Magyarországon, hogy kiutazik Moszkvába és aláír egy szerződést, úgyhogy senkit nem kérdeznek, senki nem tudja, hogy mi van abban a szerződésben. A mai napig kormánypárti képviselők nem tudják, hogy mi van abban a szerződésben. Rejteget van Orbán Viktor? Gyurcsány Ferenc azt mondja, hogy Svájcban a bankszámláit. Ön mit mond? Szerintem rejtegethet sok mindent. Mit? Itt az a kérdés mindig, mit? Hogy az országnak a sorsára ez milyen hatással bír. Tehát, mondja meg, nem tudom, hogy ez mit tudom én, mondjuk azt jelenti, hogy... Márta, mit rejtegethet Orbán Viktor ön szerint, a pártja szerint? Lehetnek olyan gazdasági ügyek, amiket nem szeretne nyilvánosságra hozni, de ez egyébként nem csak rá igaz, hanem nagyon sok kormánypárti politikusra. Mi volt a célja azzal, hogy a hadügyben igazából tisztán akart látni, és ezt akarja tanulni? Nem tudom, valahogy így a biztonság kérdés, ezt mondom, mert egész fiatal koromtól így nagyon foglalkoztatott, tehát mindegy, hogy ez akár személyi biztonság, vagy technikai, vagy így a honvédséggel kapcsolatos, vagy közbiztonság, tehát ez mindig ilyen érdeklődési kör volt, ami azért volt furcsa, mert és most is furcsa, mert én nem tudok meghatározni egy pontot, hogy valami felkeltette az érdeklődésemet, és ez onnan datálódik, hanem ez a bármikor is magát? Nem, soha. Soha nem bántották? Ez egy fantasztikus gyerekkorom volt. Nem verték meg? Nem, soha. Tehát azért nem érezte fenyegetve magát? Abszolút nem lehet tudni ilyen formán, hogy ez honnan jött. Ráadásul családban nem volt se rendőr, se katona. Tehát, hogy... Milyen édesapja van? Ez egy ilyen rejtély. Hú, nagyon szigorú. Nagyon szigorú. Tehát azért az belém nevelte, és azt most... tehát nekem nagyon sokat kell azon dolgozni, hogy ezt próbáljam így minden nap elengedni, hogy ez a nagyon-nagyon maximalista történet. Tehát, hogy soha semmi nem elég jó, és mindig mindent lehetett volna jobban csinálni, és még körültekintőbben, még szakszerűbben. Te nem küzd már a démonjaival? De? De mindig. Mindig? Szerintem mindenki mindig. Aha. Megkapom Rogán Antaltól, hogy na, itt a... Na, hogy?
Már az ellenzékiek már lőtéren edzenek. Jó, de kit képzel oda a célkeresztbe? Senkit. Nincs ilyen. Nincs ilyen? Nincs. Mindig gondolom azt, hogy valaki választhat, és másnaptól csinálhatja másképp a dolgokat. Uh-huh. Ez lehet, hogy egy kicsit naivitás egyébként. De naív? Szokták ezt a szót használni, igen. Igen? De ez a politikához kell egyfajta agresszió is, nem? Nem. Ebben van. Szerintem nem. Nem? Inkább határozottság. Határozottság. Vehemencia? Mi kell még hozzá? Hát elkötelezettség, kitartás, meg határozottság, tehát agresszivitás semmiképp szerintem. És a parlamentben nem szokták önt, úgy, tehát éppen ebből kifolyólag, tehát bemegy egy ilyen külsővel egy nő, és felszólal védelempolitikával, nem tudom, honvédelemmel kapcsolatban. Nem volt olyan, hogy a kormánypárti politikusok itt jót nevettek így a háttérben, hogy na jó, adjuk. Nem éreztem ilyet. Nyilván az elején furcsa volt, tehát azt láttam több emberen, hogy így, aki nem ismer, vagy nem hallott még, annak uh-huh. nagyon furcsa ez a kettősség, hogy mondjuk egy fiatal nő hogy beszélhet erről. Nyilván ebben van némi sovinizmus is, meg úgy egyáltalán, uh-huh. de ilyen durva beszólásokkal én nem találkoztam. Szia Bernadett is folyamatosan azt mondja, hogy uh-huh. tele van a parlament uh-huh. szexista megjegyzésekkel. És tényleg tele van, igen. És őt nem találják? Engem nem találtak meg. Na lőjön még egyet, kíváncsi vagyok, hogy... Ja, de nem tudom melyik. Jaj, húzzuk ide, nézzük meg, hogy az enyém ilyen le. És már érdekel. Még nem néztük meg. Na. Hoppá. Ez csak rából akkor. A harmadik az biztos, hogy nem lesz jó. Aha. Jó, mindegy. Ez gyönyörű. Ugye? Majd kölcsön kérem azt a szép tízest. Nincs olyan, akit nagyon meg akar buktatni, mert azt érzi, de hogy már a kormányt nagyon. A kormányt nagyon. Igen. De nem tud kiemelni. De ugye teljes koncepciót. Csak tehát azért, mert a kötvényekre nagyon ráfeküdt, és összefüggésben hozta Rogán Antallal. De a teljes koncepciót. Rogán Antall ön szerint nagyon benne van ebben a bizniszben? Hát abszolút benne van, de szerintem a legalább ennyire benne van Orbán. Ez a kettőjük biznisze. Hát nem tudom, hogy Orbán Viktor nélkül lehet-e ekkora bizniszt csinálni a bármelyik kormányzati szereplőnek, nem gondolom. Az emberek fel tudják azt fogni, hogy ugye 180 milliárd forintról beszélünk nagyjából, nem? Ugye, igen, ezt talán még mi se tudjuk. Tehát nyilván egy ilyen viszonyítási alap, hogy tudjuk, hogy mondjuk mennyi az oktatás éves költségvetése, meg a honvédség éves költségvetése, és akkor ahhoz képest persze lehet azt mondani, hogy nem tudom, 180 milliárdból lenne egy teljes nemzeti helikopterflotta a rendőrség estül minden estül, de hogy, tehát, hogy nyilván lehetnek így viszonyítási pontok, de hát nagyon-nagyon sok pénz. Arra lennék kíváncsi, hogy ön szerint ez zsebre megy? Szerintem nagyon sok minden zsebre megy. De olyan ritka az, amikor politikus börtönben lehet látni. Önök azt ígérik, hogy biztos, hogy börtönbe csukják őket. És akár tényleg meg kell teremteni a lehetőséget, hogy politikai döntésekért is. Abban segítsen, ha megkapná a honvédelmi tárcát, akkor én miért higgyem el önnek azt, hogy ön képes azt jól kezelni, vezetni, megoldani az ügyeket? Nem tudom, lesz-e ilyen egyébként, ez így most hiszem. Amelyik vagyunk egy nőtéren, annyira adja magát. Erről nem nyilatkozom. De elvállalná? Lenne honvédelmi miniszter? Hát nagy az érdeklődésem a téma iránt, de nyilván az közös döntés kell legyen, hogy meg közös mérlegelés, hogy ki hol találja meg azt a szerepet. Ezt akkor tudnám megmondani. Ezt most tényleg nem tudom megmondani. Inkább lőjön, az lesz jobban. De ezt, ha ilyen helyzet van, akkor nyilván az ember mérlegeli és eldönti. Kormányváltásra készülnek, akkor kell. De harmadik ember most az LMP-ben, nem? Pozíció, ez nem pozícióharc. Amikor a mandátumot többen kérték, hogy adja vissza, miért nem adta vissza? És hogyan tudott ezzel elszámolni velük? Mi felhívták és zaklatták, hogy most azonnal adja vissza, mert hogy az MSZP szavazóktól kapta? Kaptam Facebookon jelzéseket. Egyébként érdekes, hogy nagyon sok MSZP szavazó írt nekem, akik nagyon egyetértettek a döntésemmel, és ők nem mondták, hogy adjam vissza a mandátumom. Nyilván a párt irányából érkeztek ilyen megkeresések, vagy figyelmeztetések, hogy ezt így kellene csinálni. Én úgy érzem, hogy amióta kiléptem, azóta azt csinálom, amire kaptam ezt a mandátumot. Forog.
folyamatosan azt hallom, tényleg a Csabó is azt mondja, hogy Ron Weber negatív kampány. Én ezeket komolyan nem annyira értem, miközben önök meg azt mondják, hogy Ron Weber és pozitív kampány. Hogy néz ki ez az egész történet? Hogy kell elképzelni? Az NMP esetében nem nagyon lehet negatív kampányt csinálni, mert hogy mi egy nagyon pozitív változásra készülünk. Szerintem ezt úgy kell elképzelni, hogy mi tudjuk, hogy mit szeretnénk elérni így a politikában, és ő meg segít nekünk abban, hogy mik azok az eszközök, amiket így érdemes használni. Egy beszédnél, hogy kell kinézni egy beszédnek. Azt hiszem, olyan viccesnek találom, amikor azok Ron Werbereznek, akik nem tudom, 3 évvel ezelőtt ugyanúgy ott ültek a tréningjén minden, és akkor ők beszólnak nekem azért, hogy úgymond Ron Werber segíti a kampányunkat. Aha. Tehát azért ezt ne csináljuk. Nem kell nekem, nem kell nekem visszaszólnom feltétlenül, csak ezt úgy megjegyeztem, hogy ezt úgy jókat mosolygok rajta, hogy aha, igen, tehát hagyjuk ezt. Milyen eszközeik vannak? Mihez tudnak nyúlni? Hát csak demokratikus eszközökkel lehet, ugyanis azért aki korpa közé keveredik, azt megeszik a disznók, stb. Tehát meg nem tudom, van egy ilyen mondás is, hogy ha lesüllyedsz az őszintjükre, akkor megvernek a saját eszközeikkel. Tehát azért, hogy mondjam, nekünk tartani kell magunkat a saját eszköztárunkhoz. Büszkék arra egyébként, hogy a nemek aránya az LMP-n belül 50-50%? Én igen. Igen. Jó. Persze. Ez véletlen alakult, így tudatos volt? Hogy alakult ennek? Hát ez most így, igen, tehát maga van, ami véletlen, van, ami nem. Ez igen, ez ilyen természetes módon alakult így, és hát ugye az, ahogy csatlakoztam a frakcióhoz így, akkor 50-50%, úgyhogy de most lehet, hogy már kisebbségben vannak a férfiak. Jó, csak egy ilyen fricska esetlegesen a Fidesznek is, hogy látjátok, így is lehet. Nekem akkor lett az utolsó pont az íre föltéve, sok pont volt ott az íre, az utolsó az akkor, amikor a miniszterelnök azt mondta, hogy a nők nem valók a politikában, mert nem bírjuk a stresszt, és akkor így bennem így lejátszódott, mint szokták mondani, hogy a halál előtt így végigfut az emberek az élete, hát ott nem a halál előtt futott végig, hanem erre a kijelentésre, hogy mennyi stresszt átéltem, és mennyi minden volt, mennyit küzdünk, és az összes nőtársam, akit ismerek és végtelenül tisztelek, aki a hátunkon cipeljük ezt az országot gyakorlatilag, és hogy mennyire nem kapunk nagyon sokszor se köszönetet, se elismerést, se úgy igazából, és mondjam, korrekt hozzáállás sem azért, amit megteszünk. Karikák? Nézzük meg, hogy vannak-e? Karikák? Táskák. Vannak táskák? Aha. Mindig legyen hova pakolni. Wow. De egyébként tényleg figyelt arra, hogy így mennyit öregedett a mióta politikusként? Igen, sokat. Tényleg? Uh-huh. Szóval inkább nem nézem vissza a régebbi videókat. Szereti visszanézni? Ilyen plusz 5-6 év simán. Tényleg? Hát, aha. Egy 3 év az úgy a duplája. Én legalábbis azt látom. Hű. Mi az, amiben beleőszül? Vagy beleőszült? Hát mondjuk nyilván ez a mindennapos rohanás, meg a kevés alvás, meg minden, ez nyilván hat a szervezetre egyébként, de mondjuk így lélekben nagyon megedződik az ember, meg tényleg rengeteg tapasztalat. Ilyenkor leülnek a családtagokkal, és elmondják azt, hogy azt mondják, hogy ez egy tényleg nagyon brutálisan kemény kampány lesz. És nagyon nehéz időszak, hogy leültek és megbeszélték otthon, hogy mire vállalkoznak. Kérdezem először Mártát, aztán utána Mededet így, hogy... Nem tudom, nekem párom így abszolút számol ezzel, hogy így bármelyik nap bármilyen támadás érhet családot, politikusokat, a közösségből valakit, tehát hogy ez ilyen alapnak kezeli. Nyilván mindig könnyebb róla egyébként beszélni, mint amikor ott van a helyzet, de pont azért fontos ez, hogy előre tudjuk azt, hogy kikre lehet számítani. Igen. Leültünk például gyerekekkel is. Férjemmel együtt is mondtam, hogy jön a kampány, és anyanajot szeretne vállalni, úgyhogy lehet, hogy mostani időszakban lehet, hogy lesz egy olyan dolog, amikor így sietni fogok, vagy türelmetlen leszek, és hogy ugye, hogy ez nektek így, nem tudom, rendben van-e, vagy hogy próbáltam ezt az egészet az ő nyelvükön megfogalmazni. És én legnagyobb megdöbbenésemre volt szinte, amit én ott, nem tudom, hatalmas kérdőjelekkel bennem ott elővezettem, azt mondták, hogy anya, ez teljesen rendben van, hát neked ez a munkád. Mi téged szeretünk, ha bármi kell, segítünk. Említette azt, hogy ma is hallottam, azt hiszem, hogy vannak jobboldali és baloldali értékek is az LMP-ben, hogy amikor a Márta jött, akkor mi az, amiben át kellett őt szellemiségiben? Vagy hogy... Nem mostunk agyat a Mártának. Nem tudok róla, hogy lehet volna. Nem azt gondolom, hogy megtanított, hogy szelektív, hogy kell hulladékozni. Tehát nem erre gondolok, de hogy volt bármiféle is, hogy akkor... Nem te ezt, ne ilyenre gondoljanak, csak hogy a szellemiséged, de hogy valahogy azért át kell állni, nem?
Nem, abszolút nem kellett eltelni, tehát nekem pont ez volt a nagyon jó tapasztalat, és ez volt az, ami egyre inkább kiderült a közös munkával, hogy nem kell, tehát én szociáldemokratának vallom magam, és nem kellett semmilyen alkut vagy kompromisszumot kössek ahhoz, hogy úgy érezzem, hogy igen, itt megvan ennek a képviselete is. Volt valamiféle ilyen közvéleménykutatás vagy szavazás, hogy a legszexisebb, vagy én nem tudom milyen, valamelyik napilap készített egy ilyen felmérést, hogy a legszexisebb politikus az ön lát, vagy valami Igen, ezt így évente szoktak ilyet csinálni, és most legutóbb, nem is tudom már melyik újság volt, de azt írták, hogy Vona Gábor és én vagyunk az álompár a parlamentben, tehát hogy ennyit a bulvárról, tehát hogy meddig merészkedik el a történet, tehát ami egészen elképesztő. És akkor össze volt montázsolva így a képünk. A kolléganőm rajzolja, akkor szerintem egy szemet, vagy mit szeretnél? Oké, valamit, szemet. Egy harmadik szemet. Kicsit a szemed alatt áldolgozom. Vagy hátra, hogy hátul is legyen a szemet. Milyen jó lenne, hogyha három. Na, hát akkor még jobban oda lehetne figyelni a kis dolgokra. Erősebb szokott lenni a szemöldöke, nem? Igen. Igen. Most egy picit más lesz, mint szokott. Aha. Igen, ezt most leszedtük az éles... De saját magának rajzolja? Kicsit... Halóványan? Rajta. De halóványan? Vagy miért szokott olyan erős lenni? Meg szokta így, vagy azt igen, gondolja, így szokta meg. Hát nyilván, nem tudom, hogy az ember... évek alatt kialakítja, hogy mi az, amit szeret magából hangsúlyozni, és mi az, amit próbál esetleg nem tudom elfedni, vagy picit háttérbe szorítani. Látom a szemöldökét nagyon erősen, látom a száját, azt nem tudom, ez tetoválás? Nem. Ezt ön húzza ki magának? Igen. És mert én is amilyen kedvem van éppen. És amikor beszélget férfiakkal, akkor mit lát, hogy mi az első kép, ami úgy önre vonzza a tekintete? Nem tudom, viszonylag normálisan tudom mindig beszélgetni, tehát nem tudom, hogy mi. Nem, csak hogy mit mondanak, hogy mit vesznek észre önből, a szemét, a száját, a kezét, mire figyelnek oda? Ez nagyon érdekes, mert így nem kerül sor ilyen beszélgetésekre. Mint ahogy, amikor beszéltünk róla, hogy ez a szexizmust én magam igen, mennyire igen, tapasztalom igen. A parlamentben a saját bőrömön, és mondtam, hogy így a saját bőrömön nem. Nyilván a többiekkel kapcsolatban láttam, és ugyanúgy ott voltam, és hallottam, és felháborodtam rajta. Azzal nem szembesítették még, vagy nem vonták kérdőre, hogy jó, ez egy szép nő, oké, de hogy így elkönyvelték ennek, és hogy azt gondolták, hogy nincs tudás mögötte? Őszintén szólva bizonygatni nem szoktam, a sztereotípiákkal mindig találkozom, kár lenne tagadni, de azért szerintem most már az a szerencsés helyzet, hogy itt tényleg ezt pár perc alatt szerintem sikerül levetkőzni, és utána nem szoktam érezni, hogy valaki ez alapján ítélne. Furcsának tűnik az, hogy nőt rajzolnak önből? Vagy mi? Mert hogy ellenezte ezt az egész folyamatot. És most nem tud szúrni a szemével, tök jó. Jó, akkor kérdezem. De így, személyó keresztül is egyébként pont arra nézek. Ráncfeltöltés volt? Már? Nem. Zsírleszívás? Nem, az a kampány, az a zsírleszívás konkrétan. De valami műdolog? Szórólapozás, meg ilyesmi. Műdolgokat lehet találni ilyen? A szemöldökön volt tetoválva, nagyon-nagyon-nagyon régen. Felszívódott tetoválása volt? Aha. Na lekopott. Úgy a testén nincs tetoválás? Nincs, abszolút nem. Nem mi szerettem amit... volna soha. Forog. Nem, hogy itt szétborzolja a haját, dobálja, ilyet nem lehet? Tehát mindig olyan sablonos képek vannak a politikusokról, nem itt, hogyha a viselőtökről, nem. Mivel lehet kiugrasztani a komfortzónájából? Nem tudom, egy fotózás, mert eléggé kiugraszt. Az a pozíció, amit ön kapott, Költségvetési Bizottság alelnöke, jól igen. Tudom én, hogy ez egyébként az LMP-n belül ez nem okozott problémát? Hogy oda megy egy új pártba, és egyébként ilyen pozícióval kínálják meg egyből? Ott nem okozott problémát, mert hogy ez volt az ő javaslatuk. Az is érdekes, nem, hogy az MSZP-n belül nem voltak ilyen pozíciói. Ott miért nem kapott? Miért nem tudott előrébb lépni a hierarchiában? De ez nem is pozíció függő. Tehát, hogy nyilván kérdés, hogy működik még hatékonyabban a munka, meg hogy ki mit szeretne igazából, vagy mi az, amit szívesebben csinál. De az MSZP-ben miért nem tudott előrébb lépni?
Le voltak osztva a pozíciók, már is nem fért be? Én nem érzem így feltétlenül, hogy tehát nem volt arról szó ott például 14-ben, amikor bekerültem a parlamentbe, hogy mondjuk egy alelnöki helyet vállalni bármelyik bizottságba. De amikor tudta azt, hogy ki fog lépni az MSZP-ből, akkor már megvolt az LMP? Nem. Ott az volt a fő, hogy most akkor függetlenként, most az ember megnézi, hogy úgymond egyedül mi az, amit le tud tenni az asztalra, és nyilván folytatom azt az aktív munkát, amit addig. Több párttal is tárgyalt, nagyon... hogy hova csatlakozik esetlegesen? Nem, ilyen nem volt. Ilyen nem volt. És egyébként nem próbálta meg az MSZP bármilyen is lekenyerezni, hogy maradjam? Nem. Mihez ért még? Hogy a kezében tartott fényképezőt, és gondoltam megkérdezni, hogy van esetleg valami ilyen nagyon, ami ez nagyon ér. Festeni nagyon szeretek, nem mondom, hogy értek hozzá, nagyon kevés idő van rá, és most már vagy jó 5 éve nem festettem. A párja az inkább kivonult innen, ugye? Mert hogy véletlenül találkozni kell velük. Jó helyen van. De jó helyen van? Jó. És akkor itt albérletben? Igen. Azt hall, ugye úgy mesélt, egy albérletben laknak. Zugló közepén. Kis helyen, úgyhogy félig iroda, félig lakás. Igen? Itt szokott dolgozni? De igen, szoktam folytán... azt is. És ez a bőlény fej, ez hogy kerül a falra? Nem, és komoly. Ez ajándék volt. Ja, néztem. Itt is kezdte a politikai pályafutását Zuglóban? Igen. Ez így hogy jött az ötlet? Politológiát tanult? De később tanultam politológiát, mint ahogy beléptem az MSZP-be. Egy nagyon kedves barátom volt MSZP-tag, és mondta, hogy egyszer jöjjek el egy ilyen kitelepülést, és úgy néztem, mi ez a kitelepülés. És hát családilag is alapvetően az MSZP-re, meg én is amikor szavaztam, akkor az MSZP-re szavaztam. Benézte? Nem. Én nem, tehát nem változtatnék. Tehát, hogy most valaki azt kérdezné tőlem, hogy mondjuk 2007-ben beléptem volna a más pártba inkább, vagy ilyesmi nem. 2010-ben Zugló, és akkor 2012-ben pedig már elnökségi tag lett az MSZP-ben. Igen. Ezt elmeséli, hogy tegnap így este olvastam, és így nem értettem, hogy ez ilyen, hogy lehet ekkorát ugrani? Igen, ez nagyon nagy ugrás volt. De ez... hirtelen is jött, hát úgynevezett ilyen fiatalitási hullám volt, vagy legalábbis sokan így szokták nevezni, és akkor tényleg több olyan ember került be az elnökségbe, akik addig ismeretlenek voltak. Érdekes, és a nagy öregek ezt így hogyan fogadták? Voltak ebből feszültségek. Merre menjünk? Merre orientálódjunk? A konyha? Összekötöm a hajam, és cukrot. Édesítő. Ugye megnézem, mert lehet, hogy ilyen xilit van, vagy micsoda, de nem vagyok benne biztos. Nem él egészségesen, úgy érzem. Nem, én nagyon nem, és ezt vállalom. Szerintem meg tök jó, hogy néha beszélek az operatőr kollégáimhoz. De tényleg azért néha annyira érdekelne, hogy például ti miket kérdeznétek? Miért nem sportol? Hát... Igen? Hát tudom, ez nem egy jó szemléletmód, és ezen változtatni kell, de amikor van idő, akkor inkább alszom. LMP és a sport. Van-e valami koncepciója az LMP-nek? Sportakapság. Sportügyi nagykövet, tessék! Igen? Egészséges, és sportolni kell. Jó példa, aki nem sportol, és egyébként tökre egészségben lesz. Az biztos, hogy egyébként a sporttal kapcsolatban is, tehát a mostani ilyen korrupciós történet, ami ez a TAU pénzek, mindent, tehát hogy átláthatóvá kell tenni a finanszírozást, és nem csak egy sportágat finanszírozni. Önök hogy élnek? Jobban élnek, mint 4 éve? Mi személy szerint? Mi nagyjából ugyanúgy. De egyébként ez albérlet önöknek, ugye? Igen. Nem teheti meg, hogy vegyen egy lakást? Nem. Hát hitelre tudnánk csak venni lakást. Nem érzi igazságtalannak a dolgot? Abból a szempontból, hogy így nem gyílik ki a bicska a zsebében, nagyon sok embernek bizonyára, hogy látja esetlegesen egy-egy politikust ön mellett, aki luxus kategóriás autóval jár, és hogy milyen villágban laknak. Hát ön meg jár egy középkategóriás autóval, és egy albérletben lakik. Nekem attól nyílik ki a bicska a zsebemben, hogyha tudom, hogy ezt az emberektől lopta el. Hogy közpénzből lopta el. Tehát akkor nagyon persze. Nyilván egyébként ezért erre szolgálna a vagyonnyilatkozat, hogy ott látszon az, hogy valaki, amikor elkezdi, akkor milyen van. Ki az, aki leginkább szúrja a szemét? Hát, hogy ha most egyet kéne mondjak, akkor természetesen Orbán Viktor. Hát, tehát minden hozzácsatornázódik be. Találkozott már itt személyesen vele? Így valamilyen folyosan futottunk össze. Előre köszönt? Igen. Milyen kérdést tenne fel neki például, hogyha személyesen tudna vele beszélni? Azt, hogy magának hogy számol el ezzel az egésszel, vagy hogy ő, tehát hogy erre
ezt akarta-e, vagy erre gondolta, amikor elkezdte a politikát? De ő lehet, hogy nem így éli meg. Tehát önök gondolják, csak lehet, hogy az, hogy hatalommániás, egy pénzéhes. Az egyébként biztos... nagyon szomorú, hogyha valaki körül már nincsenek olyan emberek, akik felhívják a figyelmét, hogy mennyire megváltozott. Ő nem bólogatott a saját pártjában? Mert szólni a feletteseinek, vagy a feljebb álló emberek? Hát volt olyan idő, amikor bólogattam, és 2014 után egyre több olyan volt, amikor nem. És szóvá is tettem utána a dolgokat. Tehát nyilván, amikor az ember frissen kerül be egy rendszerbe, akkor nincsen viszonyítási alapja, hogy az helyes, hogy működik jól. Vagy... Igen, tehát persze lehetnek alapok nyilván, így morálisan meg lehet ítélni, hogy valami most jó vagy rossz. Megfeni a kést. Aha. Ilyen kis házi tündér. Kicsoda, én? Igen. Nem a macskához, de egyébként... Fogok bele ketchupot tenni, vannak, akik azt mondják, hogy a lecsó meggyalázása, hogyha ketchupot rakunk bele. Én is így gondolom. Tényleg? Komolyan? Jézusom. Igen. Hogy kerül a ketchup a lecsóba? De most őszintén. Azért, mert csípős és jó fűszeres. Jaj, de hát vannak isteni finom csípős paprikák. Kezze alá dolgozom, jó? Oké, rohanok. Hányan kérdezik meg öntől, hogy mennyire karrierista? Sokan. Nem tudom, ez ilyen alap, hogy egy politikus csak karrierista lehet. Szeretem nagyon, amit csinálok. Tehát azért csinálom, mert szeretem ezt csinálni. Mert család az legyen. Mikor? Mikor tervezik? Hát volt róla már szó, de ez tényleg a jövő zenéje. De szeretnénk nagyon. Igen. Először még kormányra kell kerülni, és utána a baba ennek függvénye, vagy hogy? Hát akkor reméljük, ez gyorsan megoldódik. Ezeket az ügyeket azért nem az LMP-be kezdte el, például a kötvényeket. Hogy az MSZP-be ezt, tehát nem tudott ennek úgy hangot adni. Most az érdek, hogy nem engedtek hangot adni. Egyébként ugyanennyit dolgoztam ott is. Az MSZP-be mi volt az, ami miatt elakadt akkor? Hát nyilván ennek sok oka lehetett. Igen? Tudom, hogy most átléptünk a privát szférába, de ebben a témában... Ja, de igen. Tehát, ebben a témában nem. De azt nem érzi, hogy el kéne mondania? Nem. Mit tükröződik akkor az MSZP politikájából? Ön számára mit tükröződött? Hát az én számomra az, hogy nem volt meg az a tevékenység, meg az az akarat, ami miatt egyébként, amire mi bizalmat kaptunk. Mi az akarat? Mi kellett volna? A kormányváltásnak a nem akarnak szándéka. Kormányt váltani. Hát én mondom, nem mondom el ugyanazt, amit elmondtam a kilépésemkor, mert elmondtam. Tehát ugyanazt tartom fenn egyébként. Nekem nem kell minősíteni, hogy mi látszik, mi megy most az MSZP-be például, hogy az elmúlt hónapok eseményei azok egyébként mit mutatnak. Szerintem ezt mindenki pontosan látja, hogy hová halad a dolog. Biztos, hogy van az MSZP-ben is olyan aki nem simlis, nem? Persze. És akkor mit csinálnak? Mindenki nem tud kilépni, hát. Mint ön. Lázadoznak? Vagy nem tudnak lázadni? És nem tudják kiszórni azt az embert? Én azt nem kétlem, hogy megpróbálták. Azt láttam, hogy ők is megpróbálták megoldani a helyzetet. Aha. Azt, hogy azóta mi történt, azt nem tudom. Hány emberről vagy vezetőségi tagokról van szó, akik a Fidesszel együtt működnek? De most lecsót főzünk. A szülei büszkék erre? Igen. Ki édesanyja, édesapja, mit lehet tudni? Rosszabb kérdeztem? Nem, bocsánat, ezt... Akkor ő az édesanyja, akkor, hogyha jól érzékelem, ugye? Igen. Elveszítette. Akkor de beszélt... nagyon büszke volt. Büszke volt? Igen. Mire volt a legbüszkébb? Ő tudta és tudja, hogy mennyire hiszek ebben. Szétgyaláztuk ezt a lecsót konkrétan, tehát a ketchuppal is, meg ezzel a külön sült virslivel, nem? Jó, ez a Márta-féle lecsó. Így. Már más csak evőeszköz kéne, de egyébként ja. Szétszórt? Nem. Hát így a nap végére már itthon, a nap végére igen. Megengedi magának a szétszórt helyet. Igen, de tényleg. De itthon pont azon gondolom, hogy tőled nem forgott a kamera. De szegény párom kapja pont ezt a... Még valamit már lenyünk be ez az a ringben.
Szóval, hogy... Ezért jó, hogy ő az úr a házban. De ez kimondható akkor. Hogy ő az úr. Igazából, tehát ő ilyen nagyon alkalmazkodó típus, de közben meg tényleg borzasztó határozott, és azt kell mondjam, hogy mindig neki van igazad, de ez borzasztó idegesítő. Hogy fog érülni ezt a haja? Politikáról nem szoktunk beszélgetni. Na már, most komolyan? Tényleg. Na kóstoljuk meg ezt a ketchupos. Ön is furcsa nézett rá. Felmértem én is, hogy... A terepet? Nem, mert így még nem csináltam, hogy külön sütöttem a virslit, de hát elvileg jó kellene. Nem sóztam el? Nem, de tényleg nagyon érezi rajta a ketchupot. Olyan? Nagyon jó. Krémesebb tőle egyébként. Igen. Jó csípős. Magyarországon mit gondol egyébként a nőknek helye van a politikában? Mindenképp, és sokkal több nőnek kellene legyen helye. Edzeni nem járt, azt mondta, de azért Igen. egy maratont letoltunk együtt. Milyen volt? Jó.